Elhunyt Boér Károly, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztő műsorvezetője, emlékét szerettei, barátai mellett a Marosvásárhelyi Rádió szalagtárában több órányi értékes gyűjtés is őrzi. Életének 68. évében ma elhunyt Boér Károly, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztő műsorvezetője. Boér Károly 1956. november 18-án született Marosvásárhelyen. 1975-ben végzett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, Kovács Levente együttesében hegedült, gitározott. 1977-1980 között a Kolozsvári Zeneakadémia zenepedagógia szakán szerzett tanári oklevelet. Néhány évig Balánbányán zenetanár, osztályfőnök. Csíkszeredában a Népi Alkotások Házának munkatársa, tanára, bevallása szerint muzsikus és népzenegyűjtő volt. A Csíkszeredai Régi Zenefesztivál alapítója, szervezője, rövid ideig a Hargita Népi Együttes művészeti vezetője. 1991-től dolgozott a Marosvásárhelyi Rádiónál. Zenés, egyházi és tájékoztató műsorok szerkesztője. Számtalan komoly zenei felvételt készített a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjeiről, a Bartók nyomában című projekt ötletgazdája, megvalósítója. Évekig közvetítette élőben a Marosvásárhelyi Rádióban a csíksomlyói búcsút, rendszeresen tudósított a Tusványosi Nyári Szabad Egyetemről, a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválról, a Marosvásárhelyi Harmonia Cordis Gitárfesztiválról. 2019-ben a pápa látogatás közvetítéséért pápai kitüntetésben részesült. 2021-ben vehette át a Bálint András alapítványdíját, a székelység értékeit népszerűsítő székelyföldi újságírók elismerését. 2021-ben nyugdíjba vonult, de tovább dolgozott a Marosvásárhelyi Rádiónál. 2019. november 3-ai Üzenet szeretettel című műsorunkban annak mentén miként örökíti meg a folklór kincs a halált, így vallott arról, hogyan énekel gyászában az ember. Sírató azt, hogy még hallottam. Ezek tulajdonképpen bérsíratók voltak. Uh-huh. Megfogadták rendesen, mint a muzsikust a lakodalomba. És akkor a sírató szövegét a mindenkori esetre vagy a halott személyére változtatta át. De hát ez is megfigyelhető akármilyen vetületében a népzenének, a népdalnak. A gyász az gyász mindenkinek, a veszteség érzése, a kétségbeesés, az üresség, és akkor ennek a minden kelléke ott van azért. De az ősiség is ott bujkál, ami szerint van folytatás, a halál nem egy végérvényes távozás. Boér Károly gyűjtései a népi hagyományok tovább élését biztosítják. Emlékét a Marosvásárhelyi Rádió szalagtárában több órányi értékes gyűjtés őrzi.